mindhárom irányadó kamatát változatlanul hagyta az Európai Központi Bank. Az irányadó refinanszírozási műveletek kamatlába 4,5%, az aktív oldali rendelkezésre állás kamatlába 4,75%, a betéti rendelkezésre állás kamatlába pedig 4% maradt. Christine Lagarde, az EKB elnöke azt mondta, hogy a bankvezetői egyetértettek abban, hogy túl korai lenne kamatcsökkentésről beszélni. Az eurozóna gazdaságát negatívan befolyásoló tényezők között említette a közel-keleti geopolitikai kockázatokat, amelyek növelhetik az inflációt az energiaárak és az áruszállítási költségek emelkedése miatt.